Sok rendbeli csalással is vádolják az Amnesty International Magyarország igazgatója Víg Dávid testvérét, akit több százmillió számlagyár működtetése miatt egy hete tartóztatott le a bíróság, tudta meg a Magyar Nemzet. Vígmort többek között költségvetési csalással gyanúsította meg az adóhatóság. A Magyar Nemzet információi szerint Vígmornak mindezek mellett okirathamisítás és ügyvédi visszaélés miatt is felelnie kell. A Ezek a felvételek egy hete járták be a sajtót. A NAV videójáról a Mandiner írta meg elsőként, hogy a képeken Mór, a Soros György által is támogatott Amnesty International Magyarország igazgatójának, Víg Dávidnak testvére szerepel. Az első hírek arról szóltak, hogy a gyanú szerint a letartóztatott jogász több százmilliós adócsalást követhetett el azzal, hogy olyan gazdasági társaságot működtetett, amely az adóelkerülés érdekében valótlan tartalmú számlákat fogadhatott be. A hírt a Soros Györgyhöz köthető jogvédőszervezet sem cáfolta, közösségi oldalukon megjelent közleményükben úgy fogalmaztak, reményeik szerint egy független és pártatlan eljárás tisztázza majd a körülményeket. 40 rendbeli csalással is vádolják az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvérét. Erről ír most a Magyar Nemzet, amit a lapnak a fővárosi törvényszék sajtóosztálya is megerősített. A Magyar Nemzet Információi szerint Vigmornak okirat hamisítás és ügyvédi visszaélés miatt is felelnie kell. Ezekben az ügyekben ráadásul februárban döntés is született. Ez szerint az Amnesty International Magyarország vezetőjének testvérét két év börtönbüntetésre ítélték. A büntetés végrehajtását azonban öt év próbaidőre felfüggesztették. Közben arról szerdán a tűzfalcsoport írt, hogy a soros szervezet vezetőjének cége is érintett lehet a testvére ellen zajló büntető eljárásban. A cég információs adatok szerint ugyanis a Help Me BT ellen 2023. november 27-én büntetőjogi intézkedés indult. A cégnek az Amnesty International Magyarországot vezető Víg Dávid és a múlt héten elfogott Víg Múr is küldtakként a tulajdonosa. A tűzfalcsoport a cég adatokra hivatkozva azt írja, hogy a Help Me bt az elmúlt években összesen több mint 100 milliós bevétele volt. Víg Dávidról szintén a Magyar Nemzet írta meg, hogy az Amnesty International Magyarország vezetőjeként mindeközben évek óta részt vesz hazánk külföldi lejáratásában, és többször is korrupcióval vádolta meg a magyar kormányt. Legutóbb a gyermekvédelmi népszavazás ellen is hergelt a szervezet élén. A Magyar Nemzet úgy fogalmaz, a Víg Dávid vezette Amnesty International több LMBTQ szervezettel közösen arra buzdított, hogy az emberek szavazzanak érvénytelenül a gyermekvédelmi népszavazáson. A Alap hozzáteszi, a gender ideológiát elutasító és a kiskorú gyermekek védelmét szorgalmazó törvény elleni kampányhoz a hazai NGO-k több mint 140 millió forintot is kaptak külföldről.